Kukorica és napraforgó ültetvények borítják a földeket Gyulatanyán. A növénykultúrák termőterülete nem növekedett az utóbbi években Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert a gazdák lelkesedését az alacsony felvásárlási árak visszavetették, pedig a termés minőség és a mennyiség kukoricából és napraforgóból eddig is kiemelkedő volt, ezekre idén sem lehet panasz. Jó minőségű lesz a termés, tehát mennyiségre is szerintem a kukorica egy olyan 100 mázsa körül várható, napraforgóval egy olyan 30-35 mázsa, tehát az itteni körülmények között szerintem ez nagyon jónak mondható. A körülmények pedig tovább javíthatók. A megfelelő mennyiségű tápanyag és technológia biztosítása esetén a terméshozam nagy mértékben növelhető lenne, amit folyamatos kutatásokkal és felmérésekkel próbálnak segíteni. Ezeknek a hátterét és aktuális eredményeit ismerhették meg az érdeklődők Gyulatanyán, az országos kukorica és napraforgó fajta és technológiai bemutatóján. A termés növelésének az előmozdítása azért is fontos, mert a megyében kiemelt cél a mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság versenyképességének javítása. Itt viszont el kell mozdulni valóban egy olyan minőségi termék előállítás felé, sőt a késztermék előállítás felé, amelyben valóban vannak lehetőségek. És hogyha most ugye itt kukorica fajta bemutatón vagyunk, akkor mindenképpen meg kell említeni azt, hogy például Csemege kukoricában abszolút nagy hatalom Magyarország, és itt valóban a késztermék előállítás az már, ami jelentős bevételeket hoz. Az utóbbi években meglehetősen szélsőséges időjárásnak voltak kitéve a gazdák, ezért a közeljövőben egy jégelhárító rendszer kiépítése és a mezőgazdaság segítését célozza majd a megyében.